Üdvözöllek benneteket, kedves gyerekek! A nevem Túru Bogdán Benedetta, a Majsai úti általános iskolában dolgozom, mint osztálytanító. A negyedik osztályosaim vannak. És ma nektek magyar órát fogok tartani. Először is kivetítenék nektek egy térképet, amiről már harmadik, illetve negyedik osztályban is most tanulunk. Ez Vajdaság. A Vajdaságot három nagy tájegységre osztjuk. Melyik ez a három tájegység? Bácska, Bánát és Szerémség. Melyik az a két folyó, amelyik elválasztja Bácskát Bánáttól és Szerémségtől, az pedig a Tisza, illetve a Duna. Most miért beszéltem nektek itt Bácskáról? Ezt majd meg kell jegyeznetek, hogy ez kapcsolódni fog ahhoz a mai órán tanult vershez, tehát ezért tanultunk most kicsit, ezért felelemítettük Vajdaságot. A másik dolog, amiről fogunk még ma beszélgetni, ami szintén a verssel kapcsolatos, az a tájegység, tájkép. Láttál-e már tájképet? Szerintem, hogy otthonról már mindannyian kiabáljátok, az, hogy persze tanítani, láttunk már. Mit ábrázolhat egy tájkép, és milyen évszakokat ábrázol? Én nektek most nem hoztam festményt, hanem csak hoztam egy fényképet. Ezen a fényképen, ha megnézitek, az évszak az vagy a nyár, vagy pedig a tavaszi évszak, és mit ábrázol? Egy tópartot, ugye nádas körülötte, dombok, előtte egy rét, és egy gomoly felhőzet, lehet, hogy éppen nem sokára esni fog az eső. És most, ha a bácskát és a tájképet összekötjük, akkor a mai órán Fehér Ferencnek egyik versével fogunk megismerkedni, a Bácskai tájkép című verssel. Én ezt szeretném nektek felolvasni, de először a költőbácsiról egy pár szót. A költőbácsinak a képe és egy rövid önéletrajza. Fehér Ferenc Nagyfényen, Zsedniken született 1928. augusztus 3-án, és Újvidéken 1989-ben hunyt el. Dolgozott a Magyar Szó heti napilapnál, és nagyon-nagyon fontosnak tartotta élete folyamán Nagy-Jugoszláviában olyan magyar helyekre ellátogatni, iskolákban, hogy ott megnézze, hogy hogyan folyik az oktatás, hogyan folyik a tanítás. Nagyon szegény családból származott, és a szülei egy idő után Zsednikről felköltöztek Topolyára. Van egy olyan mondás is Fehér Ferencről, hogy amikor édesanyukája kiment a szántóföldekre dolgozni, akkor, hogy a gyerekek ne tudjanak elmenni, elmászkálni, akkor ástak egy ilyen nagyobb lukat, és abba tették a gyereket. És ott kellett, hogy legyen, ott vigyázták. Ez nagyon-nagyon mély nyomot hagyott az ő lelki állapotára, és ez később a verseiben is, ez a magányság, a félelem, ez később a verseiben is tükröződik. Nagyon szerette a szülőföldét, szülőhazáját, a tájat, és amikor elment nyugdíjba, sajnos utána csak egy év múlva már elhunyt, és nagyon sokáig közel hozzánk Dorosztón is élt. És a verse. Először szeretném nektek felolvasni. Nyissátok ki a könyveteket a 9-es oldalon, és tudjátok így követni a verset is. Fehér Ferenc, Bácskai tájkép. Tarló közt szikrázó betonút beleszalad a nyárba. Két oldalt elhagyott asszonyok, egy-egy hókarú nyárfa. Úton kisfiú mendegél, mezítelen a lába, föntről az égből épp olyan, mintha egy helyben állna. Ugye a vers, láthatjátok, hogy két versszakból áll. Szeretném, hogyha megkeresnénk a rémeket. Ugye a rémek az a sor végén levő szavaknak az összecsengése. Ha felolvasom azt a szót, hogy betonút,
akkor találunk-e hozzá rémet? Betonút nyárba nem találunk. Betonút asszonyok szintén nem találunk. Viszont ha azt mondom, hogy nyárba, nyárfa, akkor megtaláltok az első rímpárt. Ezt nyugodtan alá is húzhatjátok a könyvetekbe, nyárfa és nyárba. A másik rímpár pedig, keressük, nézzük, mendegél, lába, mendegél, épp olyan. Tehát szintén a mendegéllel nem találunk rímet, viszont a lába és állna, az rémmel szintén húzzátok alá a tankönyvetekben a lába és az állna. Tehát itt megbeszélhetjük, hogy a vers két versszakos, és a második és a negyedik sor végcseng össze, és ezt úgy hívjuk, hogy fél rim. Fejér Ferenc költészetét a szülőföld szeretet hajtja át. Ez az egész vers is a szülőhelyéről, az észak-bátkai tájéklete, annak képei villannak fel. Bemutatja a tájat, először nagyon-nagyon messze van, tehát távol van, és fokozatosan leérkezik hozzánk, és utána pedig megint nagyon-nagyon magasból szemléli tovább a tájat. Az igék nagyon fontos szerepet játszanak a versben. Nézzük meg az első verszakban, hogy hol találunk rímeket, igéket. Tarló közt ikrázó betonút beleszalad a nyárba. Mit csinál? Beleszalad. És a második verszakban pedig úton kisfiú mit csinál? Mendegél, mezítenen a lába, föntről az égből épp olyan, mintha egy helyben állna. Mit csinál? Állna. Tehát az igék, a beleszalad, a mendegél és az állna. Ez fokozatos lassulásra utal. Miért? Mert először ugye nagyon-nagyon siet, beleszalad, utána lassan sétálgat, és aztán pedig megáll. Melyik évszakot festi le nekünk szerintetek a költő bácsi? A nyári vidék egyhangúságát festi le, az út mellett álló fák vannak, teljesen mozdulatlan minden, minthogyha megállt volna az idő. És itt, amikor elmondtam az önéletrajzában azt a részt, hogy ugye ott egymagában érezte magát, valószínűleg, hogy ez is kapcsolódik ahhoz, hogy félt, megállt az idő, vár valamire, szeretné, ha már valami történne. Tehát egy emlékezés, egy visszaemlékezés van, és honnan emlékszik vissza? Megint a magasból, és lefelé nézők, és egy kis pici gyereket látunk, aki úgy néz ki, mintha nem is menne. Tehát mesztelen lábbal csak ott áll. Vár valamire. Olyan, mintha semmi sem történne itt, az ember az kiszolgáltatott a sorsának, és teljesen helyhez kötött is. Ezért is meséltem nektek el a legés legelején, hogy ez több versében is jelen van, hogy valamitől, mintha félt volna. Erre a példa a versnek az utolsó sora, amikor ugye kiszolgáltatott a sorsának, ezt is szintén alá tudjátok húzni, mintha egy helyben állna. És pedig most a megszemélyesítéssel kellene egy kicsit beszélnünk. Harmadik osztályban már tanultunk, hogy mi a megszemélyesítés, de most kicsit felelevenítjük. Az olvasókönyvetekben a 9-es oldalon le is van írva, de én nektek elhoztam, és szeretném, hogyha a füzetetekbe felírnátok címnek, megszemélyesítés, és vagy pedig ezt a 9-es oldalon ezt átírjátok, vagy pedig azt, amit ide nektek én kivetítettem, megszemélyesítés, emberi tulajdonsággal ruházza fel a tárgyakat, a növényeket, az állatokat, így színesebbé tudják tenni a költők a költeményeket.
Tehát még egyszer ezt elolvasom nektek. Tehát a megszemélyesítés emberi tulajdonságokkal ruháznák fel a tárgyakat, növényeket, az állatokat, és ebben színesebbé tudják tenni a költeményeket. És akkor most dolgozunk az olvasási munkalapotokban, tehát az olvasási munkalapot, nyissátok ki a 7. oldalon. Az első feladat, karikázd be a helyes választ. Honnan szemléli a költő a tájat? Lentről? Szemmagasságból? Nagyon magasról, vagy pedig mélyből? Ezt is már az elébb megbeszéltük, tehát ugye lentről? Nem lentről. Szemmagasságból? Nem is szemmagasságból, hanem nagyon magasról. Ezt nektek aláhúztam, ti is ezt alá tudjátok húzni, illetve mélyből. Tehát a helyes megoldás a nagyon magasból. Következő feladat, mit lát a költő az út mellett? Két oldalt elhagyott asszonyokat lát, de valójában ezek a nyárfák. Tehát le tudjátok így írni, hogy asszonyokat lát, de valójában ezek a fák. A vers első és második sora mit fejez ki? Az első és második sor, először felolvasom. Tarló köz szikrázó betonút, beleszalad a nyárba. Mit fejez ki? Azt fejezi ki, hogy nedves, keskeny betonút. Vagy déli bábot az úton? Jeges, hosszú utat? Vagy pedig a hosszú betonúton játszadozó napsugarakat. És a helyes megoldás az pedig hosszú betonúton játszadozó napsugarakat. Ezt kell, hogy aláhúzzátok. Négyes feladathoz meg kell nézetek az olvasókönyvetekben, hogy hogyan is néz ki a nyárfa. Itt szépen le van rajzolva a nyárfa, hosszú fehér ágai vannak. Szeme, orra, mivel hogy meg van személyisítve, tehát emberi tulajdonsággal van felruházva. És mihez hasonlítja a költőbácsi? Tehát a költőbácsi elhagyott asszonyokhoz hasonlítja a fákat. Tehát elég, hogyha csak ezt az utolsó sort írjátok, hogy a költő elhagyott asszonyokhoz hasonlítja. Írd le a versből a megszemélyesítés. Hát itt már segítettem nektek az elép, hogy mi az, amit felruházott a költő. Az pedig a két oldalt elhagyott asszonyok, egy-egy hókarú nyárfa, tehát magát az asszonyokat, illetve magát a nyárfát felruházta emberi tulajdonságokkal, hiszen vannak neki karjai, kezei, és úgy néznek ki, mint az asszonyok. Ezt kellene odaírnotok. Ez a négyes feladatnál van. Utána lapozunk a 8-as feladatra. A 8-as oldalon az 5-ös és a 6-os feladatot, ezt jelöljétek be, ezt házi feladatra feladom nektek, és a következő, az pedig a 7-es feladat. Ebben már a legislegelején segítettem nektek, írd le a költeményből a rímpárokat. A rímpárok pedig voltak a nyárba, és a nyárfa, ide egymás mellé írjátok le, két kötőjel közé, illetve a lába és az állna. 8-as feladat, az én osztályomnak feladtam fejből, tanulják meg a verset. Ezt most én nem tudom itt mindenkinek feladni, ezt megint tanítónéni függő,
hogyha tanítónénitek feladja a vását, nagyon szép kis fás, aki szorgalmas, aki szeretné, az tanulja meg ezt a szép kis fását. És jön a 9. feladat. Írd le a meghatározások mellé a helyes kifejezéseket. És utána a helyes kifejezéseknek mindegyik nagybetűjét, hogyha összekötjük, akkor majd megkapunk egy pontos megfejtést. Na figyeljetek most! Vajdaság tájegysége Romániával határos. Az elég ugye bemutattam nektek Vajdaságot, ugye van a Bácska, Bánát és a Szelémség. Most gondolkodjatok, hogy melyik az a rész, amely Romániával határos? Szerintem biztos mindannyian már kiabáljátok, és tudjátok, hogy az Bánát. A következő, gaj, rokonértelmű párja. Szerintem ezt is mindenki tudja, hogy az az ág. Itt az elsőnél megjegyezzük a b, másodiknál megjegyezzük azt majd, hogy A betű. Izzó égítást, most lehet sokan a napra gondoltok, az is izzó, de ebben az esetben a csillagra gondoltunk, tehát B, A, C. Verseket ír. Szerintem ezt biztos mindenki tudja, és lehet már egymagátok oda is írtátok, és ügyesek vagytok, az pedig agy a költő. És az utolsó, síkság más szóval. Hogyan mondjuk a síkságot más szóval? Azt mondom, hogy pannon, akkor már biztos mindenki szintén kiabálja, hogy alföld. És nagyon ügyesek vagytok, hogyha oda is írtátok. És most mondtam, hogy az első betűket kell megjegyezni. B, A, C, K betű és A. Tehát mi lett a megfejtés? És már biztos mindenki tudja, hogy Bácska. Tehát házi feladatra feladtam már nektek, ugye, hogy oldjátok meg a munkalapban azt a két feladatot. A megszemélyesítést tanuljátok meg. És én köszönöm szépen a figyelmeteket. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és találkozunk a legközelebbi magyar órán is. Sziasztok!